A szombatiskola alatt is előjött néhány olyan gondolat, ami kapcsolódik ahhoz, amit szeretnék elmondani, és az ének is erről szólt, hogy attól se félj, hogy hátlépesz küszöbét, hogy kicsi még a fény, amely benned gyúlt. Tehát az, hogy az emberekben érzések vannak, hogy mi az, ami esetleg gátolhat, vagy milyen negatív befolyást áraszthat az a dolog, hogy én most elmondanám a hitemet, de ki tudja, milyen hátrányokat fog szenvedni. És ez elgondolkoztatja az embert, és ez tudjuk azt, hogy nem jó helyről jön, hogyha ilyenről, tehát ennek a gondolata is fölmerül valamilyen szinten, akkor azt ki kell, hogy mondjuk, hogy azt Sátán hozza nekünk. És arról szeretnék beszélni ma, hogyha döntési helyzetben vagyunk, akkor mit vegyünk figyelembe, és mi az, amit korlátozzunk, és szorítsunk vissza. Én úgy gondoltam, és úgy foglaltam össze magamnak, így előzetesen is, hogy kétfajta dolog alapján tudunk dönteni. Az egyik csoport, ami bennünket befolyásolhat, azok az érzelmi ráhatások, vagy ahogy mit gondolunk, hogy milyen érzések vesznek a birtokába bennünket. A másik pedig az értelmi döntések. Tudom, hogy ezt így volna jó tenni, de azért mégis az, hogy a szégyenérzet, vagy bármi más úgy visszahúz bennünket, akkor és ez a kettő szokott általában viaskodni az emberben, hogy vajon mi szerint döntsön. És úgy gondolom, hogy ebben a döntés helyzetekben ez a kettő rész veszt részt. És az érzelmi döntés alatt nem az érzékelési döntést szeretném érteni alatta. Például az, hogy éhes vagyok, vagy fáradt, vagy álmos. Természetesen ez is befolyásol bennünket. Mégpedig úgy, hogy ha éhesek vagyunk, akkor azt mondják, van egy ilyen mondás, hogy éhesen ne menjünk el vásárolni a boltba. Mert akkor többet veszünk, esetleg a drágább dolgot is megveszünk. Amire szükségünk volna. És melyik a fontosabb a kettő dolog miatt, a dolog közül, ami hatással lehet ránk? Az érzelmi, vagy az értelmi? Úgy gondolom, hogy mindannyian meg tudjuk azt mondani, hogy az értelmi döntés a jó döntés mindannyiunk számára. Hát szokták mondani azt, hogy egy témáról sok bőrt le lehet húzni. Én szeretnék visszamenni Ádámhoz és Évához. Hát ezt nem úgy mondja a Biblia, hogy egy rókáról több bört, hanem azt mondja, hogy ót és újat előhoz a tárházból. És olvassuk el Mózes első könyve 3. fejezet 6. versét. Tehát Mózes első könyve 3. fejezet 6. verse a következőképpen szól. És látta az asszony, hogy jó az a fa az eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a faj bölcsességért, szakasztotta azért annak gyümölcséből is evett, és ada a vele lévő férjének is, és az is evett. Érdekes gondolat, vagy történeti rész ez, mert ezzel nem igazán szoktunk foglalkozni. Én azért is vettem ezt elő, mert itt tipikusan megfigyelhető az, hogy mik határozzák meg ebben az esetben a döntést. Ugye azt olvastuk először, hogy jó az a fa az eledelre. Honnan vette Éva azt, hogy jó? Azért, mert esetleg a kígyó harapott belőle és evett? El tudta mondani a kígyó azt, hogy milyen íze van annak a gyümölcsnek? Az, hogy néz ki, az adhat támpontot arra, hogy milyen íze lehet? Hát olyan gyümölcsnek, amiről ettünk, ott igen. Ha látjuk azt, hogy az alma zöld, akkor még nem biztos, hogy érett. Mondjuk van zöld alma is. De annak is, azról is meg lehet ismerni, melyik az érett és melyik a nem. De olyan gyümölcs, ami érett, tehát amiről nem tudjuk, hogy soha nem ettünk róla,
hozzá nem nyúltunk. Hogy annak milyen íze van, hogy jó az, vagy nem jó, azt nem tudjuk. Csak azután, ha megkóstoltuk. Miért mondja azt, hogy jó? Meggyőződött róla. Mondta valaki, hogy milyen az íze? Tudta, melyik részét kell megenni annak a gyümölcsnek? Másképp eszik a banánt, másképp eszik a medgyet, másképp eszik az almát. Kellettek-e eszközök a gyümölcsnek az elfogyasztásához? Ebből láthatjuk, hogy érzelmi alapú döntésű volt, elképzelhette magának az ízét, hogy ez jó, elképzelhette azt, hogy ez finom lehet, és hogyha egy másik hasonló gyümölcsről vehette talán az analógiát, hogyha az olyan, akkor ez is ilyen lehet, és akkor hogy ez mennyivel jobb lehet, hiszen tiltott. Ugye például a beszédek könyvében is azt olvashatjuk, hogy a titkon lopott víz az édes. Nincs, hogy titkon lopott, hát ez még jobb lehet. Vagy azt mondja a következő megállapítás, hogy kedves a szemnek. És tényleg a szem az azt mondja, hogy néz ki. És az emberben leképződik valami a tudatában, hogy az milyen lehet. De az nem biztos, hogy olyan. Nem tudom, hogy hallottatok-e arról, hogy van egy olyan nagy virág, ami körülbelül 2 méter átmérőjű. Szép, de a szaga rettenetes. Valahol Indiában nyílik ez a virág, és botanikus kertekben is szoktak nevelni ilyen virágot. Hát nem tudom, hogy azt 7 lakat alatt kéne tartani, mert bűzös, igen. Tehát a rohadó húsnak a szagához hasonlít, hát nem mondhatjuk azt, hogy illata. De ahhoz hasonlít. És tehát az, hogy néz ki valami, és mi az, amit gondolunk felőle, az különböző, mint ami valójában. Kedves a szemnek. Ez is egyértelműen érzelmi motiváció. Vagy a következő, hogy kívánatos hazafa a bölcsességért. És bevezetőben már említettem azt, hogy akkor, vagy mondhattam volna, hogy akkor jó, hogyha az értelmi döntést az érzelmiek fogják követni. Az a jó, hogyha nem fordítva van, mert abban az esetben az érzelmi döntést, hogyha az ember nem őszinte saját magához, akkor az a értelmi próbálja valahogy igazolni, hogy most ez történt és ezt tette. Kívánatos az a fa a bölcsességért, és ez is újból egy érzelmi döntés. Bölcsesség, szeretnék okos lenni. Milyen jó lenne, hogyha nem kellene tanulni. Szokták mondani a gyerekeknek azt, hogy tegye a tankönyvet a feje alá, és akkor majd belemegy a tudomány. Hát, hol jelentkezik az értelem ebben az igében? Én úgy vettem észre, hogy a hátul kullog, és szeretni azt, hogy hát a bölcsesség, az értelem, az mégiscsak valahol ott van benne, és akkor emiatt az csak jó volna a logika miatt megkóstolni és megenni. Igazolni akarja az értelem, hogy az az ő döntése volt, nem az érzelemé. Az értelem nem ostoba, menteni akarja magát, a legjobbat kihozni a helyzetből, hogy legalább úgy tűnjön, mintha ebben ő is benne lett volna, és ő is részes lett volna ennek a döntésnek. Összegzésképpen elmondhatjuk azt, hogy jó az a fa eledelre, és figyelmen kívül hagyja azt az isteni kérést, hogy ne egyél abból, mert különben meghalsz azon a napon. Tehát ez egy olyan történet volt, ahogy is annak a része, amit közelebbről meg tudtunk nézni, hogy miért nem jó, hogyha az érzelmeinkre hallgatunk. Az időben lehet visszább is menni. Ugye 6000 év, hát nincs egész 6000 éve, hogy Isten megteremtette a Földet. 5971-2, hogyha jól számoltam, de most már nem emlékszem rá az évszámra. És mehetünk vissza az időben. Nézzük meg azt, hogy amiről a Biblia beszél, hogyan tudta Sátán elhitetni az angyalokat, hogy álljanak az ő pártjára. Milyen értelmi indokot tudott fölhozni azzal kapcsolatban, hogy álljanak az ő oldalára? Úgy gondolom, hogy semmit. János 3. levelében olvashatjuk azt a
kifejezést, hogy gonosz szavakkal csácsogván ellenük. És semmit nem tudott Sátán fölhozni Isten ellen. Csak feltételezései voltak. Olyan dolgok, amik lehet, hogy úgy vannak, de igazából alátámasztani nem tudta. Mégis, hogy így mondjam, Lukat beszélt a hasukba, és az angyaloknak a harmad részét el tudta hitetni. És ez, ahogy gonosz szavakkal csácsogván Isten ellen, ez nem lehetett annyira nyílt, mint ahogyan mi most látjuk, amit mi értünk gonoszság alatt, hanem burkolt, másnak látszó és alattomos volt. Az olyan világban, ahol minden észszerű, logikus, praktikus, olyan világban nem lehet értelmi okot fölhozni arra, hogy miért forduljunk Istennel szemben. Ebben a mi világunkban nem így van, itt azért rengeteg olyan van, hogy ami észszerűtlen. Egyébként nem tudom, hogy megfigyeltétek a Bibliában azt, hogy Isten nagyon sokszor kér olyat, ami az emberi logikával, gondolkozással ellentétes. Például, hogyha éhes az ember, ha szomjas, akkor mit tesz? Ha nincs munkája, nem tud enni, akkor mit tesz? Elmegy lopni. Például ez is egy megoldás. Lehet az, hogy kölcsön kér, hogy elmegy dolgozni, de nem jut eszébe az, amit a Máté evangélium a 6. fejezetében találunk, hogy keressétek először Istenek országát, és ezek majd mind megadatnak néktek. Ugye? Logikával, emberi logikával ellentétes. És rengeteg ilyet lehetne fölhozni. És lehet-e még visszább menni az időben? Én azt mondom, hogy igen. Még egy lépést visszamehetünk, hogy vajon Sátán, amikor meghozta azt a döntést, hogy Isten ellen fog lázadni, vagy kialakult benne ez a szemlélet, vagy ez a gondolat, az hogyan történt. Ezékiel könyve 28. fejezet 19. verse a következő igé, amit szeretnék idézni. Ezékiel 28.19. Azt találjuk itt, hogy szíved felfúvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben. Figyeljük meg a következőket, mi volt korábban, az értelem vagy az érzelem. A felfúvalkodott. Ez egyértelműen az én olvasatomban érzelmi dolog. Hogy én jobb vagyok, én több vagyok, vagy többnek kellene lennem, be kellett volna, hogy vegyen a Szent Háromság abba a tanácskozásban, amiből én úgy érzem, hogy kizártak onnan, és jogosan kellene ott lennem. És ebből következik az, amit olvastam is, hogy ha fölfúvalkodott, akkor az értelme nem úgy működik, megrontottad bölcsességedet emiatt. Összegzésképpen, tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy az érzelmi alapú döntések, azok nagyon sokszor, nem mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor károsak lehetnek. Mondhatjuk-e azt, hogy károsak az érzelmeink? Vannak-e olyan érzelmeink, amik jók? Hogy ne lennének? Ugye a lélek gyümölcsei közül is az első szeretet, meg az öröm. Békesség, szívesség, zsorsság, hűség, szerintség, mértékre. Igen, az első kettő az érzelmi, a többi az pedig már az szerintség az értelemből kell, hogy fakadjon. Tehát nem egy érzelem az sem, hogy szelíd valaki. Tehát ez az első kettő is hozzátartozik. Jók ezek az érzelmek. Kell is, hogy legyen ilyen. Sőt, inkább úgy mondom, hogy kötelező egy olyan országba, ahova szeretnénk elmenni. Szeretetnek, meg örömnek ott kell, hogy legyen. De mégis mondhatjuk azt, hogy azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy az érzelmeinkre ne hagyatkoznunk egyedül. Nézzük meg azt, hogy mi az, amit szeretne Isten. Hogyan tudjuk kiválogatni a döntéseink közül azt, hogy mi az, ami jó irányba visz bennünket, és mi az, ami rossz irányba. Sátán
én úgy gondolom, hogy az érzelmeinkre próbál hatni, amikor bennünket rossz irányba akar elvinni. És ugyanazokat az eszközöket használja, amivel a sátán elhitette az angyalokat, bennünket is szeretne elhitetni. Föl tud nekünk értelmi okot hozni azért, hogy fordítsunk hátat Istennek? Nem. Voltak tapasztalataink Istennel, amik kézzelfoghatóak voltak? Voltak. Igen. Ezek alapján azt mondhatjuk az értelmi meggyőződéssel, hogy itt nem lehet másképpen dönteni, csak így. És azok az érzelmek, amik bennünket innen el akarnak távolítani, és más irányba akarnak vinni, azok mind károsak, és mondhatjuk, hogy sátántól jönnek. De mondhatom, tehát azt tudom tapasztalatból mondani, hogy amikor jönnek rossz érzelmek, azon nagyon nehéz fölül kerekedni. Azt nagyon nehéz háttérbe szorítani, hogy azoknak ne legyenek hatások a döntéseinkre. Hogy azokat valahogy ki tudjuk szorítani az életünkből. Tudjuk, hogy rosszak. Tudjuk, hogy nem kellene vele foglalkozni. De mégis ott vannak, és állandóan azt sugallják, hogy de akkor is így volna jó tenni. És az volna jó, hogy ekkor is az értelem működjön. Nem tudom igazából, hogy lehet levetkőzni egyik pillanatról a másikra az érzelmeket olyan helyzetben, amikor tudjuk 100%-osan, 1000%-osan, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami használ, hogy ezt hogyan lehet háttérbe szorítani. Úgy gondolom, hogy egy idő után azért csak alább hagy, ha látja az ellenállást, ha látja azt, hogy nincs mit keresnie, akkor azért könnyebb lesz. Tudjátok azt, hogy nem olyan régen adtuk el a házunkat, és utána gondolkoztunk azon a rákövetkező események során, hogy vajon jól tettük-e azt, hogy eljöttünk onnan, és eladtuk a házat. Ha most kellene megtenni, akkor is én úgy gondolom, hogy megtennénk, de bizonyos dolgokat másképpen tennénk. És a sűrűn peregtek az események, szinte óráról órára alakultak, hogy mi és hogyan történhet. Rövid kiköltözési idő, albérlet keresése, hogyan továbbok szempontjai, elvei, új információk, és mindezek földolgozása azért megterhelés volt számunkra, hogy vajon hogyan döntsünk és hogyan tegyük ezeket a dolgokat. És egyszer kilátástalanná tűnt a helyzet, hogy tudunk-e tovább lépni, egyszer pedig a remény lelkesített föl bennünket, de ezek is mik voltak mások, mint érzelmek. Kérdések, hogy jól tettük-e, mit lehet tenni, hol vannak a határaink, van-e visszaút, van-e valahol csapda ebben a dologban, amin elindultunk. És volt úgy is, hogy az érzelmeink annak ellenére változtak, hogy a külső körülmények közül minden maradt ugyanúgy. Egyszer így, egyszer úgy, ahogy éppen az ember látja ezeket a dolgokat. És amikor én magam nehezebb helyzetben voltam, és én is úgy talán egy picit megigonogtam abban, hogy jól tettük ezt a lépést, hogy váltottunk, megkérdeztem magamtól, hogy hogy van ez? Miért történik az, hogy most ilyenek az érzelmeim? Mi a kiváltója? Hogyan lehet ebből kilépni? És érdekes az, hogy amikor a jó érzések voltak bennem, és örültem, és a reményt láttam, akkor nem kérdeztem meg magamtól. Pedig jó lent volna azt is megnézni, hogy hogyan alakult ki az, hogy most megint másképpen látom a világot. Nem azért megvizsgálni, hogy hogyan lehet kilépni a jóból, hanem a jóból hogyan lehet belépni. Hogy mik azok, amik szeretnének benne, elindítják, és szeretnének engemet jó hangulatba áttenni. Idézni fogom még ezt az igét, hogy ami csak szép, ami csak jók, ami kedvesek, ezekről gondolkozzatok. Ha azokat a tényeket nézem, hogy mik gátolhatnak engem a tovább lépésben, akkor kilátástalan lehet. De hogyha azt nézem, hogy lehetnek segítségek, és jöhetnek is, akkor azt mondom, hogy igen, menjünk tovább, és örülök neki. Érzelmi hullámzások vehetnek az emberen erőt,
és olyankor vissza kell menni a kiinduló ponthoz, visszatérni az érzelmekből agyilag, miért vágtunk bele az egészbe, én most maradok megint a ház eladásnál, hogy voltak olyan körülmények, amiket nem tudtunk megváltoztatni, amik a mi hatáskörünkön kívül voltak, és az, hogy amikor eladtuk a házat, és még ott voltunk néhány hétig, ezek a körülmények megszűntek. Én úgy gondolom, hogy csak időlegesen, ha most visszamondtuk volna az egészet, újból visszajött volna minden. Ilyen lehúzó és demoralizáló példát lehetne tovább sorolni, akár a Bibliából is, hogy milyen rossz döntések lehetnek érzelmi alapon, de nézzük meg inkább a jobbat. Nézzük meg azt, hogy ami nekünk is bátorságot adhat, és erőt adhat abban, amikor összecsapnak fölöttünk a hullámok, hogy mi az, ami segíthet nekünk érzelmileg is helyesen dönteni. Jobb könyvéből szeretnék idézni a második fejezetből, a 7. verstől a 10. idézem az igét. Jobb könyve második fejezet 7-től 10-ig következőképpen szól. És kiment Sátán az Úr elől, és megverte Jobbot undok fekéllyel, talpától fogva a feje tetejéig. És vett egy cserepet, és azzal vakargatta magát, és úgy ült a hamu közepet. Mondta pedig neki az ő felesége. Erősen állasz-e még mindig a te fethetetlenségedben? Átkozz meg az Istent, és hallj meg. Ő pedig mondta néki. Úgy szólsz, mint a bolondok közül, egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennünk el. Mindezekben sem vétkezik Jobb az ő ajkaival. Mi volt Jobbnak az érzelmi motivációja arra, hogy megtegye azt, amit a felesége javasolt neki? Amikor betegek vagyunk, szeretnénk meggyógyulni. Szeretnénk azt, hogy minél előbb túljussunk rajta, és megteszünk azért mindent, hogy meg is gyógyuljunk. Nem tudom, hogy milyen gyógyszerek állhattak akkor az emberek segítségére, de hogyha hetekig ott ült Jobb a hamuban és vakargatta magát, akkor azért nem hiszem, hogy olyan hatékony gyógyszerek lehettek abban a világban. És valószínű, hogy Jobbnak a felesége is átérezhette a férjének a szenvedését, a fájdalmát, gyerekei, a vagyona elvesztését, és most az egészsége is ott van, és egyedül annyi van, hogy él, de ki tudja, hogy meddig, és ki tudja, hogy mi hova fejlődik ki ez a betegség. És azt javasolta neki, hogy mondhatnánk a mai szóval így, hogy eutanázia, hogy tegye meg ezt, megátkozza Istent, biztos, hogy meg fog halni, hiszen szembefordul Istennel, és Isten olyan embert nem támogat, aki őt megtagadta. Ez eutanázia. Tehát, hogy megátkozza Istent, és hallj meg. De lehet, hogy ezekben a szavakban az is benne van, hogy ő maga vetne véget az életének. És mit mond Jobb? Úgy szólsz, mint egy a bolondok közül. Mi a bolondoknak a fő hiányosságuk? Nincs értelmük, nem tudnak gondolkozni megfelelően és helyesen. Ezek szerint őket az érzelmeik irányítják. Úgy szólsz, mint a bolondok közül egy. És azt mondja logikusan, tiszta fejjel átgondolva, hogy ha a jót elvettük, miért ne vennénk el a rosszat is? Mondjuk annyi ismerete nem volt Jobbnak, hogy a rossz nem Istentől jött, hanem Sátántól. De akkor is ő el tudta fogadni. Kaptunk jót, kaptunk rosszat is, mind a kettő Istentől jött, mind a kettő Istennek az engedélyével történt, és ennek valami célja volt. És amikor Jobb győztesen kikerült ebből,
vagyis pontosabban még nem is gyógyult meg. Kiért kellett, hogy imádkozzon először? Feleségét. A barátaiért. Hát természetesen feleségét is. Utána gyógyult meg jót. Vagy egy másik történet. Ott van József, olyan történet, amit a gyerekek is ismernek, és mi sem felejtettük még el. Ott van egy fiatal, életerős férfi, egy olyan házban, ahol mindene megvan, ahol ő az irányító, és egyetlen egy hiányzott neki talán, vagy az semmi, nem tudom, hogy mennyire hiányzott, vagy nem. De lényeg az, hogy ezen a ponton próbálta Sátán megkörnyékezni, hogy házasságtörésre szerette volna a feleségre rávenni. Lett volna talán mentsége, hogy igen, a felesége kérte rá, megteszi, de nem. De az esze az ott volt jobban, mint Ádámnak és Évának, hogy Isten nem engedte meg. Hogyan védkezhetnék Isten ellen? Józan, átgondolt, értelmi alapú döntés volt. Nézzük meg azt, és idő nincs rá, de próbáljuk meg végig gondolni azt, hogy Jézus vajon milyen döntést hozott. Hányszor próbálta akár értelmileg is rávenni Sátán arra, hogy másképpen döntsön. És nagyon, ahogy így ilyen divatos szóval topon kellett lenni, hogy meg tudjon felelni Sátánnak, hogy viszont megvan írva, és helyesen és jól idézte a Bibliát. Vagy gondoljuk arra, hogy amikor itt a Földön járt, akkor hány érzelmi szállal próbálta Sátán visszahúzni őt abból a feladatból, amit magára vállalt. Hányszor átsuhanhatott az a gondolat, hogy megéri-e őket megváltani? Ezeket? Halvány fogalmuk sincs a megváltásról. Az utolsó vacsorán is mivel foglalkoztak, hogy ki a nagyobb. Gúnyolódnak, jelt kívánnak, nem ismerik az írásokat, érdekből tartanak sokan vele a halért és a kenyérért, ahogy olvashattuk. Azért, hogy meggyógyuljanak, hogy ehessenek kenyeret és halat, csúfolódnak a származásával kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy ki az apja, vetik föl, ugye? Lebegtetik ezt a kérdést. Beelzebub hatalmával űz ördögöket, mondja meg, hogy kiütötte meg, szabadítsa meg magát, fáj minden egyes tagja a kereszten. A szegek a kezében és a lábában, elhagyta a 70 tanítvány, elhagyta a 12, egy talán ott van vele. Lelke mélyéből, tiszta szívből utálja a bűnt, és most az összeset magára vette. Ezzel együtt az atya haragját is, kárhoztatását és magányát nem értették meg igazán a tanítványok sem, gyakorlatilag egyedül volt, próbálta őket megváltoztatni, és az egész farahány borsó volt. És mit tudott fölmutatni, amikor a kereszten volt? Tulajdonképpen semmit. Sátán nagyon sokszor kísérthette is, és a kereszten mindent megtett azért, hogy levegye onnan, hogy hátat fordítson neki. És nem tudom, hogy milyen érzés lehet menni egy sivatagban, és szomjazunk, és ott van előttünk egy hideg, citromos, enyhén citromos víz, amit megihatnánk. És ha azt megisszuk, mondjuk méreg van benne, és nem isszuk meg. Mekkora kísértés az, hogy megtegyük. És ott van Jézusnak a lehetőségében, hogy lejöjjön, visszavegye a hatalmát. Azt mondja, hogy én innen elmegyek. Óriási nagy út volt, hogy a mennyből lejött, megalázta magát egészen a keresztfának haláláig. Mi az, ami ellensúlyozhatta mindezt az érzelmi ráhatást? Egyértelmű, hogy az értelmi. Valami milyen értelmi döntés volt az, és mi alapján jöhetett létre,
hogy mi most élünk és vagyunk, és nem pusztult el a világ, és nekünk is lehetőségünk van még arra, hogy ami hibáink vannak, azokat Isten segítségével kiküszöbölhessük. Mi volt Jézus kapaszkodója? Ugye nem csak Pál mondhatta el azt, hogy tudom, hogy kinek hittem. Jézus is tudta és elmondhatta azt, hogy tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy Ábrahám lett, én már vagyok. Tudta azt, hogy meghoztak egy tervet. Tudta azt, hogy ez a terv kivitelezhető. Tudta azt is, amit Pál apostol mondott, és mond mindannyiunknak, hogyha nehéz helyzetbe kerülünk, hogy nem enged meg nagyobb kísértést és próbát, mint amit elszenvedhetünk. Tehát ami ránk következik, azt mi el tudjuk bírni. Egyedül a mi érzelmi döntéseink azok, hogy befolyásolnak és hátat fordítanak, és megváltoztatják a gondolatunkat. Nem csak eszével tudta, hogy szereti az embereket, és itt kapcsolódik össze az érzelem, hanem a szívével is. Visszaemlékezett arra, hogy hogyan fektették le a megváltási tervet, hogyan formálta az első emberpárt, hogyan keltette őket életre, mennyire megdöbbentő lehetett számára az, hogy szakítottak a fának a gyümölcséből érzelmi döntések alapján, ugye? És talán ez is lehetett a segítsége Jézusnak, hogy nem az értelmükkel fordultak szembe, mint ahogy Sátán tette, hanem az érzelmi alapján, és később értették csak meg azt, hogy mi lett ennek a következménye, és szerették volna visszacsinálni, de már nem lehetett. És Isten az, aki olvashatjuk, hogy vissza tud mindent vezetni az eredeti mederbe, és azt mondja, hogy újból egybeszerkeszt magának mindeneket. Az emberiség tette egy nagy varga betűt, még nem értünk a végére, de rövidesen bezáródik a kör. És újból visszaindulunk arra a pontra, hogy betölti az egész földet, és újból, és onnan indul újból az örök élet. Tehát nem csak tudatos szeretettel szerette az embereket, hanem az érzései is a helyén voltak. Láthatta előre megváltottakat, és láthatott közötte bennünket is. És úgy gondolom, hogy ha ennél a döntésnél maradunk, az értelmi döntésnél, már azelőtt szerette az embert, mielőtt megteremtette volna. Másképp nem hozta volna meg a megváltási tervet. Nem alkották volna meg. Azt olvassuk a Filippi belekezét levélben, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban is. Ha tovább olvassuk, akkor figyeljük meg benne a tudatosságot. Figyeljük meg benne azt, hogy ott voltak az érzések itt. Jézus sírta a Jeruzsálem felett, gyengéden hajolt az emberekhez, Jézus értelemmel és érzelemmel is kötődött az emberekhez. Biztosan voltak benne rossz hangulati elemek is, de én úgy gondolom, hogy az atyával a kapcsolata során, az egész éjszakán történő imádkozások során karba tudta tartani az érzéseit úgy, hogy ezek nem jutottak felszínre. Az emberi természetnek a hátrányos vonásait nem engedte, hogy teret nyerjenek a gondolataiban. Ézsaiás könyvében azt olvassuk, 42. fejezet 3. versében, hogy megrepett nádat nem tür el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki.
Olvassuk még azt is Jézusról, hogy kívánkoznál a te kezed alkotása után, a Jobb könyvében találhatjuk meg. Evangéliumokban azt olvassuk, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és mi is az ő gyermekei vagyunk, ezért mi is mehetünk nyugodtan hozzá, és bennünket is hív. Azért, hogy könnyebb legyen a föld élete, valószínűleg odafigyelhetett az érzéseire, karba tarthatta őket, a rosszakat elhessegethette, a jókat felerősíthette, és az amellett maradt meg, és valószínű, hogy odafigyelt arra is, hogy ne legyenek a végkimerültség állapotában. Ugye azok is rossz irányba hatnak az emberi gondolkozásra, a test rossz irányba befolyásolja az embert, és olvashatunk ilyet, hogy jertek el csupán ti magatok egy puszta helyre, és pihenjünk meg egy kissé. Figyeljünk oda, hogy miként újíthatjuk meg az erőnket pihenéssel, ezzel az érzelemvilágunk is kedvezőbb lesz. Adalék a karbantartáshoz egy ilyen kis kitérőt szeretnék tenni, hogy a munkahelyen, a szomszéd szobában vagy a irodában van egy kollega, akivel szoktunk viccelődni egymással, és arra gondoltam, hogy miért az ő rovására vagy az én rovásomra történik az egész. Hát ezt lehetne másképpen is csinálni, hogy viccelődni lehetne, de a pozitív dolgot kiemelni és erősíteni benne. Például azt, hogy ha tovább benn marad, az nem azért van, mert eddig nem úgy dolgozott, hogy befejezte volna a munkáját, hanem mondtam neki azt, hogy megérdemelne igazán egy sztahanovista érmet. Talán az idősebbek tudják, mi ez a sztahanovista mozgalom. Tehát, hogy tovább benn van és dolgozik, és hogy milyen jó. És átfordítva, hogy gondoltam, hogy váltok, és ne a rosszat, hanem a jobbat erősítsen benne. Egyébként nagyon szimpatikus kollega, de valahogy így alakult ki a kapcsolatunk. És úgy gondolom, hogy ezt ő is észrevesz és méltányol, és látom rajta, hogy örül is neki, hogy ha ilyeneket mondok neki. Ez a kollégával történt. De lehetnek a családtagjainkkal is hasonló dolgok. Nem biztos, hogy úgy mondjuk és azt mondjuk, amit szeretnénk, aztán megbánjuk. De lehetne ezen is változtatni. A jövő héten úrvacsora lesz. És itt is ezzel kapcsolatban is szeretném azt, hogy amikor készülünk, akkor hozhatunk értelmi és érzelmi döntéseket is. Bizonyára találkoztatok olyan emberekkel, testvérekkel, akik azért nem vettek úrvacsorát, mert úgy érezték, hogy ők nem méltók rá. Ha nem méltók rá, annál inkább szüksége van az úrvacsorára, nem? Tehát ez egy észszerűtlen ok, vagy nem is ok, tehát egy logikátlan és érzelmi alapú döntés, ami nem felel meg az értelmének. És hogyha azt nézzük, hogy hányszor vettünk úrvacsorát, és lett-e annak eredménye az életünkben, akkor nem sok jót tudunk fölmutatni. Sátán ezeket lovagolja meg, és ezeket szeretné felerősíteni, hogy nézd meg, semmi értelme nincs. A bűneid azért csak ott vannak, hiszen ugyanazt elkövetted, ezért mivel az feltételes volt, ezért most visszakaptad azokat a bűnöket is, amit korábban megbántál, és a terhei ott vannak. És azok is nyomják a válladat. És végül is, hogyha ilyen életet élsz tovább, akkor nincs értelme annak, hogy ezt tovább folytasd. Sokkal jobb lett volna, ugye, ha nem térsz meg, és egy csomó lelki gyötrelemtől megmenekülsz. De ezt elfelejteni mondani, hogy akkor nem is lenne örök életed.
és már Istennek a jóságát kimerítetted. Én is, hogyha ezt a... Most már 29 éve vagyok megkeresztelt, most már adventista is, igazából adventista is, akkor kiszámoljuk a 29x4, mondjuk 1-2 elmaradt valami ok miatt, be voltam oszva valahol, de akkor az sok, az rengeteg. És nem úgy alakul, és nem úgy történik, ahogy szeretnénk, és ahogy elvárnánk magunktól is. És főképpen nem úgy, ahogy Isten szeretné a mi életünkben. És hogy kimerítettük már ezeket a lehetőségeket, ne vegyél úrvacsorát, nem jó állapotban vagy, csak átkot és nem áldást fogsz venni ezen az alkalmon. Jobb, ha elhalasztod egy következő alkalomra, amikor már egy kicsit jobb leszel. Sokszor fölmerül az emberben ez a dolog. De nem így van. Szeretnék valamit még elmondani. Már megnéztem az interneten az egyik levelező listán a leveleket, és találtam ott egy olyan levelet, ahol egy filmnek vagy egy riportnak van a címe, a linkje, és belenéztem. Ez a riport arról szól, hogy a Passió című filmnek a főszerepét eljátszotta valaki, és ezzel a főszereplővel készítettek riportot, és az elejét néztem meg, mert nem volt időm rá, és tudtam, hogy át kell hangolódnom a mai alkalommal, de jó, hogy megnéztem. Mert vívódhatta azon, hogy elvállalhatja ezt a szerepet. Hogy lejátszhatja-e azt, amit Jézus átélt. Mel Gibson volt ennek a filmnek a producere és rendezője, és ő is, ahogy beszélgettek egymással a főszereplő, meg a Mel Gibson, gondolkozott azon, hogy mégse kéne, hogy ez a fiatalember elvállalja ezt a szerepet, mert ki tudja, hogy utána kap-e munkát majd ebben a városban, ahol ő lak, mert színész volt. És utána azon gondolkozott, hogy és beszélgettek egy másik alkalommal, ezt a színészt Jim Caviezel, vagy valahogy így kell mondani, lényeg az, hogy a kezdőjének, a kezdőbetűjének ebből alkotott monogram az J.K. Jézus Krisztus. Még angolul is megfelel, mert J.C. van Jézus Krisztus, és éppen 33 éves volt ekkor. És amikor ezt így elmondta Mel Gibsonnak, akkor az letette a telefont. Nem bírta tovább. Láthatjuk azt, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami érzelmileg befolyásol bennünket, és nagyon sokszor rossz irányban. És még az értelmünkre sem volna szabad igazán hagyatkoznunk, mert van sokszor úgy, hogy jónak látszik az út az ember szemei előtt, az értelmével is úgy néz ki, hogy jó, de a vége mégiscsak a halálra menni út. Továbbá, atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. A rosszakat zárjuk ki, amennyire csak tudjuk. Küzdjünk azon, hogy a rossz érzelmek ne tudjanak bennünket befolyásolni. Bölcs Salamon mondta azt, hogy jó erkölcsöt megrontanak a gonosz társaságok, ha jól emlékszem. Az a külső hat az emberre. És ha belülről is, ha ezeket a rossz érzelmeket támogatja és szóba áll velük, akkor az rosszul fog hatni rá. És még visszatérve Jézushoz, úgy olvasok Péter apostoltól, talán távolról látta és figyelte Jézust, és ezt tudta mondani, aki szidalmaztatván nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Bennünk is hányszor fölmerül az, hogy és az emberi ott van, hogy ha valami rosszat hallunk magunkról,
vagy egy támadásért, hogy visszaütni. Hiszen mi a legjobb védekezés, ugye a támadás. Hogy a logika ezt mondja. De aki szeretőet vihart alatt, és mondja ez másik közmondás, tehát ez folytatódik akkor, ki tudja, hogy mivé fajulhat el. Szeretném ezzel a gondolattal befejezni a mai gondolatmenetünket, hogy figyeljünk oda, hogy ne az érzelem uralkodjon az értelem fölött. Ne az értelem kullogjon ott, hogy majd igazolja, hogy mégiscsak én is ott vagyok, és mégiscsak én is részt vettem ebbe a döntésbe, és igazolja a rosszat azzal, hogy mellé állt és segít. Szükség van az érzelmekre, hiszen nem vagyunk gépemberek, boldogságra, szeretetre teremtettünk. Válogassuk meg nem csak a gondolatainkat, hanem az érzelmeinket is, és választási helyzetben ne egyedül az érzelmekre támaszkodjunk, akkor se, ha jók, de akkor meg pláne ne, hogyha negatívak. Döntéseinkben a tényekre alapozzunk, amelynek a valódi sávról is meggyőződtünk. Én úgy gondolom, hogy ha ezt sikerül elsajátítanunk Jézustól, akkor ugyanúgy győzhetünk mi is. És Isten adja meg számunkra azt, hogy amikor vagy eljön, vagy amikor vége lesz az életünknek, ki tudja, hogy mikor, akkor ezt mi győztesen tudjuk megmondani, megtenni. És azt mondhatnánk, hogy mi is, ami hátunk mögött volt, elfelejtjük, ami előttünk van, célegyenestre igyekszünk. Amen.